az, hogy kevesen vagyunk, pont ez az előnye, hogy annyira személyes, annyira bensőséges, és ezt mindig is tapasztaltam, bármerre jártam, bármelyik evangélikus közösségben. Nagyon sok helyen talál az ember közösségre, lehet az egy énekkar, egy kórus, sportkör, vagy bármi. De azt gondolom, hogy az evangélikus közösség pont ezzel több, hogy ott egy lelki közösséget is megélhetünk együtt, és megoszthatjuk egymással az örömeinket, a problémáinkat, nem csak barátokra vagy társakra, hanem lelki testvérekre találhatunk ezekben a közösségekben. Az emberek ott megmernek nyílni, és testvéri közösségben lehetnek együtt, akár heti rendszerességgel. És ha sokáig nem jönnek, mondjuk hetekig nem találkozunk, akkor nem azt kérdezzük, hogy miért nem jöttetek, hanem hogy azt tudjuk mondani, hogy de jó, hogy itt vagytok, de jó, hogy látlak titeket. A saját gyerekeim felé, meg a rám bízott fiatalok vagy gyermekek felé is próbálom ezt örökül adni, hogy ez nem természetes dolog, és hogy milyen sokan, milyen nehezen találnak igazi közösségre, milyen sokan vannak csak úgy egy szám magukban a világban. Ezt érezzék értéknek és kincsnek, gazdagodjanak belőle, és gazdagítsanak másokat is.